Miskolcot stabil közbiztonsági helyzet jellemzi, de nőtt az online csalások száma. 3 milliárd forintból megújult a gyermeksürgősségi járóbetegellátás. Forradalmi hétpróba játékos történelmi vetélkedő középiskolásoknak. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió hírműsorát, Miskolc Mát látják. 2023. március 10-én, pénteken 18 órakor jönnek a részletek. Megújult a gyermeksürgősségi járóbetegellátás Miskolcon. 10 szakrendelőt, fektetőket, elkülönítőket, kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki, és jelentősen bővültek a váróterek is. A gyermeksürgősségi és baleseti ellátás fejlesztése 2021. novemberében kezdődött, az összesen mintegy 3 milliárd forintos beruházás részeként a járóbetegellátás fejlesztése, az égési osztály felújítása történt meg, épült egy összekötő folyosó a gyek és a mentőhelikopter leszállópálya között, a projekt a műtők felújításával, bővítésével zárul majd. Új vizsgálóágyak, színes bútorok, játékos csempék, barátságos környezet, vadonatúj rendelők és várók a kórházban. A gyermeksürgősségi és baleseti járóbeteg ellátás megújult Miskolcon. Itt történik a vérnyomásmérés, pulzusmérés, szaturációmérés, két ilyen helységben, és innen kerül tovább a beteg, vagy később vagy a gyermeksebészeti ellátóhelyre, vagy a sürgősségi ellátási helyre. A sebészeti és belgyógyászati jellegű gyermekellátási tevékenységek elkülönítése mellett kialakítottak egy úgynevezett triázs előminősítő helyet is, ahol a beérkező betegeket sürgősségi szempontok alapján osztályozzák. Aki betegnek sürgős ellátása van, az ne veszítsen időt. A gyermeksürgősségi és baleseti járóbeteg ellátásra szolgáló rendelőket mintegy 800 négyzetméteren újították fel, de az épületrészt bővítették is több mint 400 négyzetméteren. Ez egy jelentős fordulópont. A legnagyobb alapterületű gyermeksebészeti osztályról van szó, a legtöbb betegággyal rendelkezik és a legszélesebb profilú a pécsi és a szegedi klinikák mellett. Évente 27-28 ezer járóbeteget látunk el, és körülbelül egy olyan 4500-5000 osztályos beteget kezelünk, és az elmúlt évben 2800 műtétünk volt. A gyermeksürgősségi és baleseti ellátás fejlesztése 2021. novemberében kezdődött. És 4 területet ölel fel, egy összekötőidet, amiről a főigazgató úr már említést tett, égési osztály felújítását. A jelen területen tartózkodunk, ez a gyermeksürgősségi járóbetegellátásnak a fejlesztése, és ezt követően majd a műtők, ehhez kapcsolódó műtők felújításával és bővítésével zárul. A központi kórház főigazgatója kiemelt és stratégiai jelentőségűnek nevezte a gyermekgyógyászati ellátást az intézmény életében. Ennek megfelelően számos beruházást hajtottak már végre. Gondoljunk a gyermekintenzív teljes körű felújítására, illetve bővítésére, a neonatális intenzív centrum, a perinatális intenzív centrum felújítására, vagy éppenséggel a gyermekrehabilitációnak a belső megújulására. Kétségtelen tény az, hogy a legnagyobb ívű felújítás és beruházás munka az ez a projekt, ami most zajlik. Ez alapvetően Európai Uniós forrásba valósul meg, megközelítőleg 3 milliárd forint értékű beruházást hajtunk végre. Révész János hozzátette, az Európai Uniós forrás 90%-át építészeti jellegű fejlesztésekre, a többit a műszerpark korszerűsítésére fordítják. Céljuk, hogy minél kevesebb ember váljon értelmetlen tragédia áldozatává, ezt mondta a Szabad Sajtónapja alkalmából rendezett sajtóreggelin a Vármegye rendőrfőkapitánya. Cinege László dandártábornok július óta lát el rendőrfőkapitányi feladatokat, először látta vendégül a sajtóképviselőit. Kiemelte, fontosnak tartja a sajtó és a rendőrség együttműködését. Riporterek, operatőrök vettek át emléklapot a megye rendőrfőkapitányától, Cinege Lászlótól. A Szabad Sajtónapja alkalmából reggelire kötetlen beszélgetésre hívta a sajtó képviselőit. A tavaly nyáron kinevezett rendőrfőkapitány az előttük álló feladatokról beszélt. Alapvető célunk az,
hogy a lakosság szubjektív biztonsági érzetét tovább javítsuk, amit elértünk eredményeket megőrizzük, és minden olyan célcsoportot, aki esetleg bűncselekmény áldozatává válhat, elérünk, hogy minél kevesebb ember váljon értelmetlen tragédia, illetve bűncselekmény áldozatává. Nyilván ehhez a mai magyar szabad sajtó nagyon nagy segítséget tud adni. Rendőrségi akció a térfigyelő kamera felvételein. A fiatalokból álló banda egy fiúra támadt rá még januárban az újgyőri főtéren. Az áldozattól pénzt követeltek, aki ilyettében 5000 forintot adott át nekik. A rendőrség a rendészettel közösen rövid időn belül az elkövetők nyomára bukkantak. A miskolci rendőrkapitány célja, hogy minél nagyobb közterületi jelenlétet biztosítson a városban. A belvárosról elmondhatom, hogy a hétvégi időszakban abszolút frekventált, nagyon sok szórakozni vágyó fiatal és kevésbé fiatal keresi fel a belvárost, tehát gyakorlatilag a belvárosi szórakozóhelyek környékén hétvégente minden alkalommal tartunk közterületi portját, amiben nyomozók is részt vesznek, illetve az egyenruhás szolgálat tagjai, illetve a rendészettel, az önkormányzati rendészettel szorosan együttműködünk. Emellett a rendőrkapitány szerint Miskolcot stabil közbiztonsági helyzet jellemzi. Az elmúlt évben ugyanazt tapasztalták, hogy a bűncselekmények száma emelkedett, ezek jellemzően az online térben elkövetett csalások voltak. Újabb miskolci speciális mentő vehetett át elismerést a város polgármesterétől. Farkas Péter és kutyája Zsozsó is részt vett a törökországi földrengés utáni mentési munkákban. A Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület elnöke elmondta, 6 túlélőt sikerült megmenteniük. Néhány fotó, ami még Törökországban készült februárban. A földrengés helyszínére több miskolci mentőcsapat is érkezett, köztük Farkas Péter és Zsozsó is. A Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület egysége csaknem egy hetet töltött a katasztrófa sújtotta országban. Összesen 6 túlélőt sikerült megmenteniük. Mi elsősorban élő személyeket próbáltunk megkeresni. Alapból ugye úgy is kaptuk meg a címeket, ahol még sejtenek élő embereket, vagy szólt hozzá tartozó, hogy biztosan van élő, mert adott életjelet magáról, akár kopogott a falon, vagy hangokat hallottak. Ezekbe segítettünk első körbe. A Városházán nekik is megköszönték az áldozatos munkájukat. Verespál polgármester egyúttal szerette volna felhívni a miskolciak figyelmét a nehéz mentési munkát is végző szervezetekre. Elfeledkezünk a mindennapokban ezekről a hősökről, akik teszik a dolgukat és nincsenek reflektorfényben. Most, amikor ezt a cselekedetet megtették és ennyit segítettek, kicsit rájuk irányul a figyelem. Én szeretnék bíztatni mindenkit, hogy ezt a figyelmet most kihasználva támogassák ezeket a szervezeteket. A Tiszántúli Mentőkutyás Egyesületen kívül Miskolcról a Spider mentőcsoport és a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola tagjai segítettek a török túlélők megmentésében. Forradalmi hét próbára várta a miskolci középiskolásokat a Miskolci Kulturális Központ. A játékos megvérettetésen 10 iskola 120 diákja vett részt, ahol rendhagyó történelem óra keretében interaktív vetélkedőn adhattak számot tudásukról. A Miskolci Kulturális Központ második alkalommal rendezte meg a 48-as forradalom emlékére a vetélkedőt. Csapatokban oldották meg a feladatokat a középiskolások. A művészetek házában forradalmi hétpróbán mérték össze tudásukat a diákok. Az 1848-as forradalom alkalmából rendezett vetélkedőre 10 miskolci iskolából összesen 120-an érkeztek. Az országos versenyen részt veszünk az 1848-as témába, és ezért úgy gondoltuk, hogy gyakorlásnak éppen jó lenne ez a kis vetélkedő. A vetélkedőt a Miskolci Kulturális Központ már másodszor rendezte meg. Tavaly nagy sikere volt, ahogy most is. Idén a levéltár gyűjteményéből az országos eseményeket dokumentáló írásos emlékek mellett miskolci vonatkozású dokumentumokkal is megismerkedhettek a résztvevők. Most a Borsodabau Zemplén megyei, Vármegyei levéltárból kaptunk olyan dokumentumokat, amik eddig soha nem látottak voltak, vagy nem voltak hallhatóak a diákok számára. Úgyhogy én azért nem csak kiemelném, hogy ez az esemény talán még jobb, mint a tavalyi, hanem más. Egy kicsit rendhagyó történelemórát szerettünk volna annak a 120 diáknak nyújtani, adni, akik 10 középiskolából érkeztek. A Kulturális Központ azt tervezi, jövőre is megszervezi a vetélkedőt a diákoknak. Az alapvető élelmiszerek áfájának eltörlését javasolja a Magyar Szocialista Párt.
A Fidesz megszegte választási ígéreteit és felelőtlen politikája, többek között az Európa csúcsot jelentő áfa, a gyenge forint és a különadók miatt inflációs csúcs van Magyarországon, fogalmazott Varga László elnökhelyettes, a párt megyei elnöke. Komjáti Imre, az MSZP társelnöke elmondta, az embereket kell segíteni, akik átlag alatt keresnek, családalapítást terveznek, alacsony nyugdíjat kapnak. Az MSZP azt tartja a legfontosabbnak, hogy a hétköznapi problémákra kínálja megoldásokat, ezért is szorgalmazzák az alapvető élelmiszerek jelenlegi 27%-os áfakulcsának nullára csökkentését. Az élelmiszerár stop kampányunk, amely egy ilyen nevű oldallal is rendelkezik, tehát élelmiszerárstop.hu, ez kifejezetten arról szól, arról a kezdeményezésünkről, ami már egy évtizedes kezdeményezés egyébként, hogy az alapvető élelmiszerek áfa kulcsát kell csökkenteni, egészen konkrétan az a javaslatunk, hogy 0%-ra kell az alapvető élelmiszerek áfáját csökkenteni. Nem példanélküli ez a dolog, Nyugat-Európában is több Európai Uniós tagállamban van már régen, de egészen friss fejlemény, ugye Lengyelország, mint egy másik V4 tag, illetve Kelet-Európai Európai Uniós tagállam meglépte ezt a bátor lépést, a legalapvetőbb élelmiszerek tekintetében, és ezáltal nagyon csökkentek ott az élelmiszer árak. Egyébként is régiós összevetésben az élelmiszer árakat összehasonlítjuk, akkor Magyarországon ezek a legmagasabbak, és itt is a legmagasabb az alapvető élelmiszerek inflációja. Komjáti Imre, az MSZP társelnöke szerint az élelmiszereken lévő ársapkát csak akkor lehet kivezetni, ha az emberek meg tudják venni az alapvető élelmiszereket. Ebben egyébként vitánk van ellenzéki pártokkal is, mert vannak, akik piacpártiak, mi pedig emberpártiak vagyunk. Mi azt gondoljuk, ebben a súlyos válságban elsősorban azokat az embereket kell segíteni, akik átlagaratkeresők, alacsony nyugdíjakat kapnak. Éppen ezért fogalmaztuk meg azt, hogy természetesen az lenne az egészséges, hogyha az élelmiszer sapkákat, az ársapkákat, az ki lehetne vezetni akár már holnap. De ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ennek a feltételei adottak. Az alapvető feltétel az, hogy az emberek meg tudják venni az alapvető élelmiszereket. De amíg nem emelik a családi pótlékot, nem emelik a nyugdíjat olyan mértékben, hogy abból meg lehessen élni, amíg mondjuk a minimálbért nem teszik adómentessé, hogy a legalacsonyabb keresetűek meg tudjanak élni, addig azt látjuk, hogy ez az infláció gyakorlatilag megeszi az emberek asztaláról a kenyeret. Az MSZP élelmiszer árstop kampányának részletei a párt weboldalán olvashatóak. 11. alkalommal szervezett régészeti konferenciát Miskolcon a Herman Otto Múzeum. Az egésznapos szakmai találkozón 12 előadó mutatta be az elmúlt egy évben végzett kutatásaik eredményeit. A konferencia sorozat 2012-ben azzal a céllal jött létre, hogy a régióban tevékenykedő régészek évente egyszer találkozhassanak egymással, és első kézből halljanak a környéken dolgozó kollégáik felfedezéseiről. Sokan voltak kíváncsiak az idei régészeti konferenciára, szakmabeliek és laikus érdeklődők töltötték meg a Miskolci galériát. A 11. Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Régészeti Konferencián 12 előadó mutatta be az elmúlt egy évben végzett kutatási eredményeiket. Mi a partneremmel Kovács Nikivel a bükkábrány ásatásokról tartottunk előadást. Ez egy régi, hosszú évek óta futó projektje a múzeumnak. Igazából az őskortól kezdve egészen a középkorig több jelenséget, régészeti leleteket kiástunk. Az elmúlt években rézkori temetkezéseket, köztük ilyen gazdag arannyal ellátott rézkori temetkezéseket találtunk, tavalyi évben pedig egy több mint 100 síros kora árpádkori temetőt. A konferencia szakmabelieknek jó lehetőség, hogy első kézből halljanak egymás kutatási eredményeiről. Mindenféleképpen ez egy jó dolog nekünk, hiszen egyrészt, ahogy ön is említett, hogy megosztjuk a saját kutatási témáinkat, másrészt a többiekét is halljuk, amiről esetleg nincs is más fórumon nem hallanánk, illetve tudunk egymástól ötleteket, inspirációkat is szerezni, úgyhogy mindig szükséges egy-egy ilyen szakmai konferencia. Próbafeltárás az M30-as autópálya építkezésénél, a nagyobb beruházásoknál jellemzőek az ilyen munkálatok. A megyében jelenleg több feltárás is folyamatban van, de a mai konferencián szinte az egész régészeti paletta megjelent.
A teljes régészeti palettát fel kell itt sorolni, az őskortól egészen az újkorig. Hangsúlyozom itt az újkort, hiszen a régészet nem áll meg mondjuk a Rákóczi korban vagy a török korban, hanem azért a modern régészet tekintetében a 19.-20. század, tehát világháborús relifiáknak a feltárása ugyanúgy számottevő kérdés lehet. Tehát e tekintetben a teljes korszakpalettát felöleli ez a konferencia. A konferencia előadásai után szakmai fórumon vitathatták meg az elhangzottakat a résztvevők. A kilátóban ezúttal a kilátóról lesz szó. Mint arról hírműsorunkban is beszámoltunk, a héten megkezdődtek a város ikonikus jelképének és környékének felújítási munkálatai. A híradót követően ma este a közéleti magazinműsorunkban Verespáp polgármesterrel beszélgetünk a kilátó Restart programról. A múlt hétvégén a Kocsonya Fesztivál ideje alatt elköszöntünk a kilátótól. Díszfénybe öltözött még utoljára. Ez egy jelképes elköszönés volt, hiszen valóban így 60 év után megújul majd. Ez azt jelenti, hogy most már a 21. század elvárásainak megfelelően energetikailag, statikailag felülvizsgáljuk, illetve ennek a felújítása történik majd meg. Egy picit a látvány is változni fog, hiszen a jelenlegi kávézó, ami továbbra is majd egy vendéglátóipari egység marad, ennek a homlokzatán teljesen üvegborítás lesz, és nem az a betoncsík, amit eddig lehetett látni. Illetve a környezete is megújul, kicsit a kilátónak, kap egy új részt, illetve ez egy, azt kell, hogy mondjam, hogy csak egy állomás, hiszen az egész avas komplett felújításának ez a második lépcsőfoka. Az első volt a horvát tető, most a kilátó megújulása következik, de ezzel párhuzamosan már ki van írva a közbeszerzés az avas tető teljes felújítására. Ez érinti majd a közvetlen környezetét is a kilátónak, hiszen ott egy új épület lesz, egy amfiteátrumszerű épület, ezt már megismerhették a miskolciak látványtervekből, illetve a sétányok, az utak fognak megújulni, lesznek kapuk, amin be lehet lépni, majd komfortpontokat kap majd az avas, és ehhez kapcsolódóan még a pincesor egy részének egy része utcai felújítása is meg fog majd történni. Változik hétvégétől a Zsarnai piac nyitvatartási rendje. Március 11-től hosszabb ideig tart nyitva a Zsarnai piac. Az árusokkal történt egyeztetést követően a Zsarnai piacot működtető Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Módosította a nyitvatartási rendet. Így a piac ezentúl szombat és vasárnap 7 és 15 óra 30 perc között várja a látogatókat. Az avason élő nézőink figyelmébe ajánljuk a most következő hírt. A támfűtési vezetéken hibaelhárítást végeznek a MIHÖ szakemberei, ezért március 13-án hétfőn 8 órától, várhatóan délután 18 óráig szünetel majd a fűtés és melegvíz szolgáltatás az avas 2-es ütemének nyugati oldalán. Az ügyfelek szíves megértését és türelmét kéri a MIHÖ Kft. A tabellát vezető DVTK a második MTK otthonába látogat, vagyis az MB2 csúcsrangadóját hozta el a bajnokság 27. fordulója. A fővárosi együttes bomba formában szerepel eddig tavasszal, a piros-fehérek pedig 2 pont előnnyel vezetik a bajnokságot, és az élmezőnyhöz tartozó Gyirmót elleni győztes mérkőzéssel hangoltak a hétfő esti kiemelt bajnokra. Egy sok mindent befolyásoló, de még semmiről sem döntő bajnoki rangadót játszik a Merkantil Liga 27. fordulójában az MTK otthonában a DVTK. Miután még 11 forduló hátra van a bajnoki pontvadászatból, ezért hosszú távú következtetéseket nem igazán lehet levonni, de az minden esetre tény. Az első helyen álló Diósgyőr és a második MTK párharca az MB2 kiemelt találkozójának számít. Jó mérkőzés vár ránk, jó ellenféle, amelyik még ebben az évben nem kapott gólt, 6 mérkőzésen bajnokságban nem kaptak, 2 gólt, amit kaptak, az kupa meccsen volt a Mezőkövesd ellen. Szóval biztos jó lendületből lévő csapat, de mi
ugyanígy tudjunk a mi erősségeinket, tudjunk, hogy mi a gyengeségeik lesznek az MTK-nek. Mint az elhangzott már, az előző fordulóban szintén egy rangadót játszottak a piros-fehérek hazai pályán a Gyirmót ellen. Az itt elért 3-1-es győzelem az itt mutatott játék, valamint a heti edzésmunka miatt is úgy foglalt állást a piros-fehérek szakvezetője, hogy egy jó felkészülés után utazhatnak idegenbeli találkozójukra. Mint azt megtudtuk, a cél pedig itt sem változik. Egységesen, csapatként fellépve győzni szeretnének hétfőn este. Én szerintem elég jó mérkőzés lesz, nyitott mérkőzésre várhatunk, és tényleg sok átmenetben is ott fog eldőlni a mérkőzés, hogy ki jobban fog kihasználni ezeket az átmeneteket. Az MTK rúgta az élmezőny csapatai közül a legtöbb gólt, de ők kapták a legtöbbet is. Jól irányítják kontráikat, egymást érző kreatív támadóik, minőségi játékosaik vannak. Egy hazai siker esetén helyet cserél egymással a tabellán a két együttes, a piros-fehérek győzelme viszont visszaállítaná a sokáig meglévő 5 pontos miskolci előnyt. Az MTK-DVTK bajnoki rangadó hétfőn 19 órakor kezdődik Budapesten, az új Hidegkúti Nándor stadionban. Adásunk előtt nem sokkal érkezett a hír, hogy Tokai Viktor távozik a DVTK Jegesmedvéktől. A klub weboldalán megjelent hír szerint Tokai Viktorral közös megegyezéssel bontották fel a vezetőedző szerződését. A DVTK Jegesmedvéknél 2,5 szezon töltött a most távozó Tokai Viktor. Szombaton egy markáns hidegfront hoz majd lehűlést. Részletek a hamarosan kezdődő időjárás jelentésben. A Miskolc ma után közéleti magazinműsorunkat, a Kilátót láthatják, riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. Holnap heti hírösszefoglalóval a Krónika jelentkezik, új híradóval legközelebb hétfőn este 18 órakor várjuk Önöket. A műsort készítő kollégám nevében is megköszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!